Kívánok mindenkinek! Hát véget ért a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, és egy elképesztő koncert után vagyunk, amit az Omega Testamentum adott, mellettem pedig Debreceni Ferenc, azaz Ciki. Szia! Hello, szia, szervusztok! Na hát, hatalmas ováció, hányszor tapsoltak vissza titeket? Rengetegszer, nem is számoltam. Igen, igen, én se tudnám most számokban kifejezni. Az egésznek a hangulata, a melegsége, a természetessége, az az, ami nagyon megragadott. Ugye te egy öngyösi születésű vagy, díszpolgára is a városnak is. Igen, igen. Más érzés egyébként Gyöngyösön játszani, mint máshol? Vagy azért már ezt így megszoktad? Igen, ha arra gondolsz, hogy a rutin mennyire dolgozik, az természetesen dolgozik, de vannak ez a speciális hangulata, ami most itt kialakult, ez tényleg nagyon egyeni. Ezt én nem tudom máshol elképzelni, hogy mondtam a színpadról is, amennyire érthető volt, meg ilyen érzelemmel töltve az egész, és hát nagyon köszönöm ezt az egész rendezvényt. Mindig is szerettem. Úgy emlékszem vissza, hogy Gyöngyösön eltöltött igazi tinédzser éveimet, mert itt születtem, azt 2 évig itt éltem, aztán 14 éves koromba kerültünk vissza a családdal, és onnantól a gimnázium, és a zeneiskola, és az egész nagyon fogékony tinédzser korszak. Hihetetlen jól éreztem, és nagyon szép emlékeim vannak. Már csak azért is, mert a zenével több irányba kapcsolódtam. Akár egy egyszerű gimnáziumi énekkarban énekeltem, aztán a zeneiskolába jártam klarinétozni, a zeneiskolába jártam a szimfonikus próbákra, és ott nagyon szép műveket adtunk elő, egészen eljutottunk a modern amerikai stílusokhoz, szerzőkhöz, és ott volt egy nagyon nagy szerepem, nekem legalábbis, én mindig is nagyon büszkén emlékszem vissza rá, hogy milyen volt a valójában, én nem tudom, de nekem nagy élmény volt, hogy a Gershwin Kék rapszódiájának az elejét, azt a gyönyörű szép klarinét szólót, azt én játszhattam az első pultból, viszont ez volt a másik oldal, ami meg szomorú, hogy és azért, miután én azt játszottam, ezzel az igazgató úr, az zeneiskola igazgatója, aki hozta a szaxofonokat, nem adott nekem szaxofon, mert én azt szerettem volna a világéletemben, szaxofonot szerettem volna lenni, de ezzel úgy volt, hogy hát akkor ki játsza, ha nem te, a Kék rapszódiájának az elejét, azt a bevezető klarinét szólamot. Ezzel levette a lábamról, és elfogadtam, viszont a többi klarinétos, aki szaxofont kaptak, azok meg már játszottak gitáros zenekarokba így Gyöngyösön, és akkor erősítővel, gitárral, egyebekkel nyomták a beatet, az akkori rockot, hasonló műfajt, és aztán hát így hozzájuk csapódtam, mert ők mondták, hogy mi lenne, ha megpróbálnám nem csak a klarinéton, hanem akkor így jött a dobszerelem. Igen, igen, igen. Visszatérve kicsit az ovációra, nekem az fogalmazódott meg a fejemben, hogy ugye az Omega Testamentum, az Omega történetét, történelmét próbálja azért némiképp véghez vinni, megőrizni. Sosem volt benned félsz, hogy fogja fogadni a közönség az új Omega Testamentumot, mert mint az Omega Testamentumot, ugyanis ugye a zenekar rövid időn belül 3 tagját is elvesztette. Hát igen, ez nem egy egyszerű kihívás, de hát ezt vállaltam úgy, hogy de magamnak vállaltam, mert én úgy gondoltam, hogy ettől függetlenül, hogy bocsánat, ez rossz kifejezés így, de nem szerettem volna én abba hagyni. Eleve egy dolog azért, mert hogy mindenféleképpen ezt a zenei örökséget valamilyen módon tovább vinni, még ameddig lehetőségem van rá, természet adta lehetőségem, amíg színpadra tudok menni. A másik pedig az, hogy ezt az utolsó lemezt, a testamentum lemezt, még ez nem lett színpadon bemutatva. És azért az igazán az úgy kerek, hogyha egyszer volt egy utolsó lemez kiadvány, akkor azt körbe visszük, és én ezt úgy gondolom, hogy ez az, ami igazán inspirált arra, hogy ezt tovább csináljam. Persze szerettem az Omegát játszani, egyáltalán zenélni szeretek. Szeretem a koncert, az egész milliót, minden, de ez egy nagyon lényeges, meghatározó az egészben, hogy most ezt tovább csináltam, és hála Istennek, hogy sikerült egy pár olyan zenésztársra, akiket ma itt velem hallottatok, együtt muzsikáltunk a Testamentum zenekarral, megfelelő zenei alázattal, ahogy, és hát ugye, hála Istennek, hogy sikeresen így összeállt, nagyon tehetséges srácokkal muzsikálni. Ha már így említetted őket, hogyan sikerült rájuk találni, és gondolom azért nem az a cél, hogy abszolút az Omegát
lemásoljátok, hanem kicsit így a saját karakteretekre formálva, de mégis az Omegához hűen maradni. Köszönöm szépen, nagyon jó fogalmaztál, mert ugyanez volt a bennem is, meg aztán bennünk is, aztán amikor már többen voltunk a zenekarban, mint az első tárgyalások után, találkozások után, hogy mi lenne, ha így összehoznánk egy zenekart, mert én nem szeretném azt, hogy egy Kóbor János utánzat jelenne meg a színpadon. Kóbor János egy volt többek között, de ugyanúgy Benkő Laci is, vagy ugyanúgy Mihály Tomi is. Viszont mindenféleképp azokat a fajta zenei stílusjegyeket meg kell tartani, hogy az ember ezt tovább hogy ezt tovább csinálhassuk egyáltalán, és én erre mertem a bátorság, megragadtam, és bátor voltam, vagy nem is tudom. Sokszor már volt az életemben furcsa fordulat, amikor pofátlannak is neveztem, arcátlannak magamat azért, mert annyira keményen belevágtam valamibe. Na most a mai koncert, hála Istennek, ez egy pozitív igazolást adott. Így van. Omega Testamentum, ugye most olyan dalokat is hallhattunk, amit még színpadon nem, ezt te is említetted az utolsó Omega lemezről. A jövőben szeretnétek kifejezetten Omega Testamentum dalokat, új dalokat, új lemezt akár, vagy az Omega örökségét vinnétek tovább? Én inkább az örökségnél maradnék mindenféleképpen, ugyanis ugye az Omega Testamentum lemezen azért vannak már a régi korábbi évtizedekből is anyag, ami át van formálva egy kicsit, és éppen ezért én úgy gondoltam, hogy ami új ebből az lemezanyagból, azt szeretnénk a Testamentum zenekarral bemutatni. Az elejére jöttek, a koncert elején hangzottak leginkább el 3-4 dal szerzemény, aztán még a végén is, gyakorlatilag egy csukány jellegű, tehát hogy befejező jellegű dalnak, mert ez nagyon szépen össze van foglalva, hogy ez meg, hogy a lemezen van, de bizonyos korrigálásokkal, kis korrigálásokkal, amit én megmertem tenni, mert annak idején is voltak a korábbi lemezeknél, és hát nem úgy alakult, hogy valaki valamit elképzelt. A közös alkotó műhely, ami létrehozta eddig az Omegának az életművét, és hát ugyanígy itt is most egy picikét formálva, sajnos már nincsenek itt, de akkor ez a bátorságot mertem vállalni, és szerintem most ez igaz volt, megint csak ezt tudom mondani, hogy megfelelőképpen úgy összehozva egy-két dolgot, ami a lényeg benne van, de lehet, hogy amit már itt színpadról nem tud annyira jól lejönni, és a közönségnek, mert muszáj, nincs mese, a közönség az, aki ott minket éltet, és hát velük azért komolyan foglalkozni kell, nincs mese. És hát a közönség értékelt titeket, imádta azt, amit csináltok, imádja Omega Testamentumot. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én nem is szeretnének feltartani, mert azért igencsak késő van, és oda tettétek magatokat, úgyhogy elengedünk pihenni. Debreceni Ferenc, köszönöm szépen. Köszönöm, ez nem jelent problémát, de hát inkább erőt ad arra, hogy igen, tovább is még küzdködjünk ezzel a feladattal egy kicsit. Talán itt, ott, ott, máshol is. Édes küzdködés. És vissza, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük.